Gergő, emlékszel, hogy milyen volt az élet 20-25 évvel ezelőtt? Például hogyan telefonáltál, vagy egyáltalán hogy intézted a banki ügyeidet? Hát hogy hazamentem, és tárcsáztam a bakeliten a banki ügyeimet, meg hát nem tudom, 25 évvel ezelőtt voltak-e banki ügyeim, ösztöndíjat már valószínűleg kaptam az egyetemen, volt már bankkártyám, képzeld el, plastikkártya volt, és mert hogy az egyetem kötött valamelyik bankkal együttműködést, és kártyára, vagy hát számlára is, kártyán elérhető számlára érkezett az ösztöndíj. De a telefon az ez a klasszikus újbedugós tárcsázós. És ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a banki ügyeket nem lehetett akkor még interneten intézni. Ó, hát interneten akkor, hol volt még? Akkor volt a csoda, hogy már e-mailezni lehet, majdnem. Ugye sokat változott a világ 20-25 év alatt, és hát persze ki tudja, hogy mennyit fog még az elkövetkező 20 év alatt. Egy biztos, hogy nagy szerepe lesz a mai fiatal informatikus generációnak, akik persze okosak, és nagyon is kíváncsiak. Augusztus 4-e és 11-e között rendezték meg a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát, ahol szép magyar siker született. Tóth Balázs, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulója aranyérmet nyert, iskolatársa pedig Nagy Nándor bronzérmet. A fiatalokkal Márta Renátó beszélgetett. Részt vettünk két darab egyhetes felkészítőn, amit dr. Horváth Gyula és dr. Zsakó László tartottak. Még évközbeni szakkörökön vettünk részt az idei és az elmúlt években is, amiket Mikázi László és Lejtere Gondis tartottak. Ezen kívül nyilván saját magunk is felkészültünk otthon önerőből az internet segítségével. Mióta foglalkoznak informatikával? Jelenleg középiskolások. A jövőben informatikával szeretnének foglalkozni, pontosan milyen ágában? Én 6. korom óta foglalkozom intenzívebben informatikával, akkor mentem el először programozás szakkörre, és hát valószínűleg a jövőben is valamilyen módon az informatika az, mivel egyre jobban befolyásolja az életünket, biztos, hogy olyan munkakörbe fogunk elhelyezkedni, ahol vagy teljes mértékben informatikával, vagy informatikával és esetleg matematikával is egyszerre foglalkozom, úgyhogy ez mindenképpen valószínű, hogy a jövőben is használt veszem az informatikai tudásomnak. Azerbajdzsánból egy aranyéremmel és egy bronzéremmel térhettek haza. Milyen elvárásokkal mentek el erre a versenyre? Várták, hogy esetleg dobogós helyezést érnek el? Tudni kell, hogy itt az arany és a bronzérem az nem első és harmadik helyet jelent, hanem a verseny, az összes versenyzőnek az 1/12 kap aranyérmet, az ezt követő 2/12 kap ezüstérmet, és az ezt követő 3/12 kap bronzérmet, tehát összesen a versenyzők fele kap valamilyen érmet. Ezüstérmet szerettem volna elérni, és nagyon örültem volna egy aranynak, amit épp hogy sikerült elérnem, mert 27. helyezést értem el, úgyhogy 28 aranyérmes lett. Én főleg egy bronzéremre számítottam, amikor elmentem, de az első nap kimondottan jól sikerült, úgyhogy utána még az ezüstöt sem tartottam kizártnak, ugyanis az első nap feladatai után kis pontkülönbséggel is sok ember volt, és ezért második nap reménykedtem az esetleg jó eredményben, de így is egy bronzot azért sikerült szereznem. Hányan vettek részt a világ minden tájáról ezen a versenyen? Összesen 88 országból 327 versenyző vett részt. Ez rengeteg ember. Hogyan zajlott a verseny? Több forduló volt? Hány napig tartott? Két versenynap volt, és minden versenynap 5 óra alatt kellett 3 feladattal foglalkoznunk. Fontos tudni, hogy az egyes feladatokra részmegoldást is, illetve a teljes megoldást is többször be lehet küldeni. Ez azt jelenti, hogy 0-100-as skálán gyakorlatilag akárhány pontot lehet szerezni a feladatra. Ez attól is függ, hogy mennyire hatékony a program, mennyire fedi le az összes lehetséges esetet, amit a feladat tesztelése során adnak a programnak. Maga a verseny az egyébként egy sportcsarnokban zajlott, ahol ilyen munkaállomásokon dolgoztunk, és az 5 óra alatt ez egy teljesen zárt helynek minősült, tehát kimenni is csak mosdóba tudtunk, illetve az összes dolgot, amire szükségünk volt, papír, víz, esetleg valamilyen nasolnivaló, azt odahozták a padunkhoz. Kimondható, hogy ez egy programozási verseny volt, vagy egyéb informatikai feladatokat is meg kellett oldaniuk? Ez kifejezetten egy programozási verseny, ahol adott algoritmikus feladatokra kell kitalálni egy algoritmust, majd ezt lekódolni, és a programkódot beadni, amit kiértékel a értékelőrendszer, és ez alapján kapunk rá pontszámot. Egyből megkapjuk, és látjuk is verseny közben, hogy a jelenlegi kódunk hány pontot ér. Mekkora munka ez úgy összességében? Ezt sokan úgy próbálják meg, hogy megoldják az első kis részfeladatot, és ismerkednek a problémával, hogy egyes naívabb algoritmusok például milyen problémákat okoznak, hogyha túlságosan sok időt venne igénybe a futásuk, akkor az algoritmus nem lesz elég hatékony, hogy sok pontot szerezzem. Ilyen
ilyenkor valamilyen módon lehet csökkenteni a futásidőt, esetleg egy hatékonyabb algoritmussal. Egy nagyon jó ötlet, vagy valamilyen más megközelítése a problémának, az mindig sokat tud segíteni. Lehet saját hibákból is tanulni, akár verseny közben is, hogyha volt valamilyen hiba a korábbi algoritmusban, akkor ezt mindenképpen ki kell javítani, hatékonyabbá kell tenni, és ezáltal folyamatosan fejlesztjük a verseny közben is a programunkat. Márta Renátó interjúját hallották, a vonalban pedig itt van velünk a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság alelnöke Erdősné Német Ágnes. Kezécsokrom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És itt van velünk Beg György, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság elnöke is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is! Szóval a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság teljes vezérkara itt van velünk a vonalban. Ágnes, hogyan lehet egy ilyen versenyre jól felkészülni? Itt képességekre, készségekre van szükség, vagy konkrét tudással kell oda menni? Ki az, aki jól teljesít? Mind a kettőre. Úgy kell elképzelni egy ilyen versenyre való készülést, mint ahogyan egy sportversenyre való készülés. Tehát vannak versenyek, ahol válogatóznak a gyerekek, kiválasztódnak azok, akik egyre többet tudnak a készülésről. Ugyanúgy, ahogyan egy sportversenyre normálisnak tartjuk azt, hogy egy gyerek hetente háromszor elmegy, vagy ötször elmegy edzésre, ott egy edző foglalkozik vele, illetve vannak intenzív időszakok, ilyen táborok, ahol készülnek, ugyanúgy zajlik itt is a felkészülés. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaságnak van egy nagyon jól felépített versenyrendszere, és egy nagyon jól felépített tanulnivalója, anyaga arra, hogy hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre. Tehát a gyerekek elkezdik az iskolában a készülést, versenyeznek a Nemestihamér versenyen, OKTV-n, illetve készülnek folyamatosan. Évente ötször van budapesti ilyen kis hétvégi intenzív időszak, illetve ahogy a fiúk is mondták, kétszer egy hetes készülés volt a maga az olimpia előtt, konkrétan arra, hogy ezen a versenyen jól teljesítsenek. És milyen feladatokkal lehet ilyenkor felkészülni? Az ember ugye ilyenkor azt gondolja, hogy olyan gyakorlati feladatokat is kapnak, hogy például hogyan lehet megtervezni egy város tömegközlekedési rendszerének informatikáját. Pontosan ilyen feladatokról beszélünk. Ilyen egyszerű kis laza feladatok. Akkor mondok az idei olimpiáról egy egyszerű kis laza feladatot. Képzeljük el, hogy Baku főutcáján ilyen toronyházak vannak, mondjuk 1 millió darab toronyház. A toronyházak valamelyik emeletéről ilyen zsinórok vezetnek át, vagy létrák vezetnek át a másik toronyház ugyanazon emeletére. Csak a toronyházakban, illetve ezeken a zsinórokon keresztül közlekedhetünk, és próbáljunk meg az egyik ház megadott ház aljából eljutni egy másik megadott ház aljába. Ezt egy általános iskolásnak mondom el, akkor fölrajzolunk 5 darab ilyen toronyházat, és megpróbálja kiszínezni, hogy merre tudna menni ez a manó, amelyik közlekedik itt a házak között. Hogyha egy középiskolásnak, akkor már egy kicsit más algoritmussal, kicsit máshogy kell kitalálni azt, hogy hogyan tudja megtervezni ezt az útvonalat. Tehát, hogyha mondjuk néhány száz ház van, akkor már nem lehet végig gondolni papírral, ceruzával, hogy hogyan közlekedjünk, de van rá egy algoritmus. A fiúknak 1 millió ilyen dologról kellett dönteniük, ehhez már azért meglehetősen komplex algoritmust kellett, és ötletet kellett belevinniük. Akkor Beg Györgyöt kérdezem, hogy mindaz a tudás, amellyel ezek a fiatalok rendelkeznek, hogyan látják, hogy a jövőben az ő számukra elhelyezkedés, vagy egyáltalán a karrier lehetőségek szempontjából ezek mennyire lesznek valóban hasznosak? Én azt gondolom, hogy ezek mindenféleképpen nagyon hasznosak lesznek, de nem csak az ő számukra, hanem mi számunkra is, hiszen a jövő az valóban arról fog szólni, hogy gyakorlatilag az informatika mindent meg fog jelenni minden iparágban, és nagyon nagy szükség lesz ilyen kiművelt fiatalokra, akik tényleg ezek a dolgokat képesek megoldani, és hát mindenféleképpen ezek a versenyek is segítenek abban, hogy fölkészült, a jövőre fölkészült, és a lakosság mindenki számára sok-sok dolgot kifejeztő
fiatalok legyenek elérhetőek számukra. És vajon, ha fordítva kérdezem, hogy azok a fiatalok fognak-e tudni érvényesülni a jövőben, akik ilyen képességekkel rendelkeznek, vagy inkább úgy mondom, hogy csak azok a fiatalok fognak-e tudni érvényesülni, szóval mi lesz a többi földi halandóval, hogyha az informatika világa ennyire begyűrűzik az életünkbe, és ezek a képességek ennyire életfontosságúakká válnak? Hát erre én egy kérdéssel válaszolnék. Mi van azokkal, akik tudnak olvasni és írni? Tehát azt hiszem, hogy a... Hát a sanyarú a sorsuk valószínűleg. Régóta mondjuk, hogy a jövő analfabetizmusa az az informatikai analfabetizmus lehet. Tehát mindenféleképpen egy abszolút alaptudás. És én azt gondolom, és azt látom azért, hogy mindenki egyre inkább ezt a tudást ezt valamilyen szinten begyűjti. Még egyszer nem mondom a szó, mint az autók esetében is, hogy nem, vagy a tévé esetében, vagy a rádió esetében, hogy nem megjavítani tudni kell egy rádiót, hanem egyszerűen valahol valamilyen szinten használni, és az informatikának is a valamilyen szintű használatára gyakorlatilag mindenkinek szüksége lesz. Ha belegondolunk, ma már nincsen iparág, ahol egyszerűen informatikára szükség. Erre a versenyre, vagy az ilyen típusú versenyekre mennyire figyelnek oda az informatikai cégek? Az autóiparban én azt tapasztaltam, hogy azokra a versenyekre, amelyeken egyetemisták terveznek autókat, gyakorlatilag a teljes autóipar felső vezetése ott van, és már akkor kiragadják a legjobb diákokat. Hát az informatikában ugye azt látjuk ma, hogy a legnagyobb kihívás nem csak az országban, az egész világon a megfelelő képesítésű, képzettségű, tehetséges fiataloknak a megtalálása. Ezek után azt gondolom, hogy abszolút mértékben egy komoly, aki komolyan veszi a szakmát és magát, annak ennél jobb lehetőség nincs, mint hogy egy ilyen verseny közelébe kerüljön, ahol a világ ugye elhangozott 88 országából a legtehetségesebb diákok vannak, tehát azt gondolom és azt hiszem, hogy ez egy abszolút nagy lehetőség az informatikai cégek számára, sőt nem csak az informatikai, minden cég számára, ahol informatikára szükség van, és ez gyakorlatilag mindenütt, hogy tehetséges fiatal utánpótlás után nézenek, tehát azt gondolom, hogy ez egy abszolút ilyen szempontból kiváló lehetőség a cégek számára, és a diákok számára is. 0630 9666 az SMS számunk, önök hogy állnak az informatikával, használják az informatikát, küldjenek nekünk SMS-t. Napközben a Kossuth Rádióban Gergács Anikóval és Süveges Gergővel. Informatikai tudásról, arról, hogy ez mindannyiunk számára nélkülözhetetlen már most, és egyre inkább nélkülözhetetlen lesz, szóval erről beszélgetünk a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság alelnökével, Erdősné Németh Ágnessel, illetve Beck György elnökkel, annak kapcsán, hogy remek eredménnyel jöttek haza Bakuból fiataljaink Azerbajdzsánból a olimpiáról, az informatikai világversenyről, és ha minden igaz, ha jól olvasom a híreket, akkor az is kiderült most Bakuban, hogy 2023-ban Szeged rendezi az olimpiát, tehát Magyarországra kerül, egész pontosan Szegedre kerül az olimpia rendezés. Ez minek köszönhető? A bakui olimpián egy pályázatot kellett benyújtanunk, illetve egy pályázatot nyújtottunk be arra, hogy 2023-ban Magyarországon rendezhessük ezt az olimpiát. 2023 Neumann János születésének 120. évfordulója. Ez jó apropó arra, hogy idehozzunk egy ilyen nagy világeseményt. Egy konzorcium alakult a Neumann János Számítógép Tudományi Társulat, a Szegedi Egyetem és a DJP-KFT között ennek az olimpiának a megrendezésére, és a helyszíneket és az elképzeléseinket prezentáltuk Bakuba, amit az ottani döntőbizottság nagy örömmel fogadott, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzést kaptunk ennek a rendezésre. És akkor Beck Györgytől kérdezem, hogy a tehetséggondozásban önök milyen feladatokat tudnak vállalni magukra, mi az, amit koordinálni tudnak? A Neumann Társaság ugye egy társadalmi szervezet, és az alapvető feladatunk, ugye korábban az informatikának valamifajta elvitele a lakosság számára, de a korábban nagyon kevésebb mert érintett és érdekelt az informatika. Mára ugye gyakorlatilag egy alaptudomány lett,
és a nagymentárság azt tűzte ki célul, az van a lónkon, hogy mi leszünk a lakosság számára ebben az új digitális világban a GPS. Tehát mindenki számára valamifajta alapinformációkat próbálunk majd eljutatni, hát és ebben ugye nagyon fontos szerepe van az a fiatalságnak, tehát emiatt mi azt gondoljuk, hogy a tehetséggondozás az egyik legkomolyabb feladatunk, ezért folyamatosan mindenféle többszintű informatikai versenyeket rendezünk, nagyjából évente 30 ezer diák van a versenyzőink között, és ez egy egymásra épülő rendszer, amit elkezdett átoskolába, és a végén a legjobbak azok bakui, vagy aztán később egy szegedi diákolimpiára jutnak ki, tehát mindenféleképpen azt tekintjük feladatunknak, hogy a tehetségpontozásban a versenyek előkészítésében részt vegyünk itt, és ennek az akciónak azt gondolom, hogy egy csúcs eredménye az, hogy valóban 2023-ban Neumann János születésének 100. évfordulóján Magyarországra fog jönni a világ informatikai elitje, úgyhogy ez mindenféleképpen egy hatalmas eredmény. Azt gondolom, hogy két kulcs ok volt, amiért ezt megkaptuk. Egyrészt a magyar diákok ezekben a versenyeken nagyon kiválóan szerepelnek, másik pedig ugye Neumann János. Neumann János, nagyon sokan tudják, lehetne mindenki, ő volt a számítógép atya, tehát ő tehát, aki ő álmodta meg, és aztán részt vett az első számítógép megépítésében. Emiatt Magyarország az informatikában abszolút egyedi helyen van, és amikor azt mondtuk, hogy Neumann János 120 éves születésére évfordulója, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy kulcselem volt, és hát azt hiszük, és azt gondoljuk, hogy értőképpen fogjuk tudni megünnepelni ezt a szép évfordulót. Gratulálunk a győzteseknek, a helyezetteknek, és természetesen önöknek is azért, hogy ezt a rendezési jogot elnyerték, és hát sok sikert mindnyájunknak a felzárkózáshoz. Köszönjük szépen a Neumann János Számítógéptudományi Társaság alelnöke Erdősné Németh Ágnes, illetve elnöke Beck György volt a vendégünk telefonon.